校的中文老师，我的名字叫赵子轩，希望大家能够喜欢吕威学校的中文课，也喜欢孔子学院给大家带来的中文课。现在我们来一起听一听学生们认为这堂中文课怎么样吧。Érdekes, hogy tartom a kínai nyelvet, ezért döntöttem úgy, hogy harmadik nyelvnek ezt elkezdem tanulni. Hát remélem, hogy sikerül belőle egy nyelvvizsgát összehoznom, és remélem, hogy az életben is tudom majd használni, és Ázsiába is el tudok majd jutni. Kínait nagyon sokan beszélnek ugye a világon, és hogy szerintem ez is egy nyomós indok arra, hogy ha például elmész külföldre, és mondjuk pont egy ilyen ázsiai területre, Kínába megyünk, hogy akkor ott azért nagyjából szót értesz az ott élőkkel. Csak helyen vannak ezek a kínai lámpjának, vagy minden. És akkor például órákkal megtanultuk, hogy ezeknek így a jelentését, így a háttér sztoriát, így van. Sok helyen látja az ember ezeket a kínai betűket. Meg például filmekben is most így az órák után így sokat több mindent észreveszel, amit eddig nem is tudtál, és nem tudtál. Igen, és hogyha bemegyek egy kínai terembe, akkor például tudom kínaiul megköszönni az ételt, vagy kínaiul köszönni, és viszont most olyan ismerik, lehet, hogy ajándékot is kapunk. Szerintem legkönnyebben az ilyen alapszavakat. Magyar nyelven sokkal nehezebb, mint a kínai, de azért a nyelvtanban itt is voltak bonyolult dolgok. Nekem azt tetszett, hogy igazából nem így belevágottunk az elején a nyelvtanban meg szavakba, hanem igazából ilyen szituációkat csak pár időt néztünk ahhoz, hogy szerintem egész jól lehet tudnánk. Miért? Így cseverészni. Hát nekem személyesen, amikor elkezdtünk ilyen kínai papíron, kínai ecsettel, karaktereket írni, és nekem az nagyon tetszett. És kicsit meg is ragadtak ide azok a karakterek, amiket akkor leírtunk. Ja, ez tök jó volt, ez nekem is az egyik kedvencem volt, és ott lett így igazán így leesett benned, hogy így tényleg egy ilyen nyelvet tanulsz, és hogy mennyire ilyen menő, hogy most egy másik nyelvvel is írtunk. Nekem a másik kedvencem az volt, amikor készítettünk egy ilyen videót, egy történetet, amiben kínaiul beszéltünk, és egy ilyen felvetőztünk is. Nagyon jó volt jelmezekkel mindennek. Mindenképp élményként is nagyon jó, de én nagyon hasznosnak is tartom, és nem úgy tekintenék rá, mint egy sima nyelvóra, ami kötelező, hanem tényleg így inkább játékosabb, és hát inkább egy élményként egy óra. Hát meg sokkal nyitottabbak lettünk tőle szerintem más kultúrák iránt. És ugye az angol német mellett még van egy kínai nyelvvizsgánk is szerintem egyetemen is, és utána a választásnak is jól jöhet. Szerintem!